Jelenleg elsősorban tartós élelmiszert várunk, és olyan élelmiszereket, amit nem kell különösebben főzni, tehát könnyen melegíthető akár leveseket, akár bébi ételeket, pépeket gyermekeknek, vagy meleg instanteákat, cukrot, ilyen kalóriadúsabb kekszeket, tehát amivel könnyebben el tudják látni a rászorulókat, illetve tisztálkodási szereket, tisztítószereket kis kiszerelésekben. Nagyon fontos a fertőtlenítőszer, az is kis kiszerelésekben. Egy emberként állt felvidék lakossága is az Ukrajnából menekültek mellé. Ma olyan állomásokra látogattunk el, ahol szintén folyik az adománygyűjtés, illetve Zsigárdon lehetőségünk volt Lencse végre kapni az adományok átadását is. A szervezők mindenkit arra kérnek, hogy mielőtt a gyűjtésbe belekezd, informálódjon, hogy mire is van szükség, illetve kérnek mindenkit, hogy ne lomtalanításra használják az adakozást. Peret községe is bekapcsolódott az adománygyűjtésbe mától, február 28-ától, meddig tart a gyűjtés? Első körben csütörtök reggelig, tehát március 3-áig gyűjtsük az adományokat, ugyanis az első fuvar adomány nyért várhatóan csütörtökön délután érkezik az alapítvány, de nem zárom ki, hogy utána is folytatjuk természetesen igény szerint a gyűjtést. Mely alapítványról van szó, és hova küldik majd a csomagokat? Mi a lélekgyógyító alapítvánnyal működünk együtt a gyűjtésben. Nagyon jó a tapasztalatunk, ugyanis már több mint 3 éve dolgozunk együtt a kupak gyűjtés során, úgyhogy tudjuk, hogy nagyon jó célt szolgálnak mindig a gyűjtések, és egy olyan alapítványról van szó, aki nagyon jó helyismerettel rendelkezik, úgyhogy ezért is esett a választásunk erre az alapítványra. És információink szerint az alapítvány vezetője egyelőre Tiszabecs polgármesterével tárgyal, de én úgy látom, hogy igény szerint ezt is nagyon operatívan tudják akár módosítani, ahol szükség lesz az adományokra. Mire van most leginkább szükség? Ugye ez állandóan változik, most jelenleg mi az, amiket várnak? Jelenleg elsősorban tartós élelmiszert várunk, és olyan élelmiszereket, amit nem kell különösebben főzni, tehát könnyen melegíthető akár leveseket, akár bébi ételeket, pépeket gyermekeknek, vagy meleg instanteákat, cukrot, ilyen kalóriadúsabb kekszeket, tehát amivel könnyebben el tudják látni a rászorulókat, illetve tisztálkodási szereket, tisztítószereket kis kiszerelésekben. Nagyon fontos a fertőtlenítőszer, az is kis kiszerelésekben, hiszen azért olyan időket élünk, amilyeneket, gyermekeknek pelenkát, újabban felmerült az ásványvíz szüksége is, úgyhogy gondolom szükség van ivóvízre is, és hát ez folyamatosan bővül, tehát míg szombaton az volt a rétorika, hogy ruhákat kimondottan nem, akkor lassan már azért jönnek az igények meleg csizmákra, vízhatlan kabátokra, úgyhogy ez valóban napról napra változik azt szerint, hogy mire van szükség. Miért döntött úgy a falu, hogy bekapcsolódik az adománygyűjtésbe? Voltak ilyen visszhangok, hogy kellene? Hát én úgy gondolom, hogy ahogy kitört a háború és a válsághelyzet, akkor automatikusan mindenkiben felmerült a segítőkészség érzése, és azért is döntöttünk úgy többek között Királyrév községgel is, hogy csatlakozunk a Lélekgyógyító Alapítvány adománygyűjtéséhez, mert valóban úgy gondolom, hogy ezt koordinálni, szervezni kell. Mindenképpen szerettük volna a lakosoknak is megadni a lehetőséget, hogy itt helyben is le tudják adni az adományaikat, tudjanak segíteni, és tényleg nagyon fontos az, hogy egy házon belül legyen ez akár községenként oldva, vagy picit koordináltabban, szervezettebben. Senkit sem akartunk elutasítani, hogy későbbre halasztani esetleg a segítségnyújtást, hiszen ez könnyen visszatetszővé válhatna, vagy könnyen eltántoríthatná a lakosainkat. Mindenképpen a lehetőséget akartuk megadni, és egy szervezett adománygyűjtést akartunk bekapcsolódni. Igen, a szervezettség itt talán nagyon-nagyon fontos, hiszen nagyon sokan ugye a határátkelőkre viszik ezeket a csomagokat, de talán most már, hogy jönnek ide a menekültek, talán most már itt helyben is tudunk majd nekik segíteni. Így van, nem tartom kizártnak én is, hogy valóban ahogy
szállást fognak kapni itt a környékünkön is, hiszen már az információk erről is szólnak, hogy bizony akár Vágsején, akár a szomszédos falukban lassan elszállásolva lesznek a főleg Kijevből érkező anyukák és gyermekek. Valószínűsítem én is, hogy mivel hogy nagyon kevés dolgot hozhatnak magukkal, illetve az élelmet is biztosítani kell nekik, ugyanúgy a tisztálkodást is, akkor várhatóan én szerintem ez is egyre erősebb lesz ez az igény, hogy itt helyi szinten is tudjunk, vagy közel a régióban tudjunk segíteni, de én bízom benne, hogy az alapítvány vezetője erre nagyon, nagyon konstruktívan és operatívan tud reagálni, úgyhogy akár az is lehet, hogy át tudunk csoportosítani bizonyos mennyiségű segélyt, akár itt hagyjuk a régióban is. Egyébként mi a jellemző a perediek temperamentumára, mennyire segítőkészek és összetartóak? Hát Pered nagyon-nagyon aktív falu, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az adománygyűjtés több fronton is zajlik. Egyrészt vannak civilek, akik a lélekgyógyító alapítvánnyal együttműködnek, úgyhogy velük szoros a kapcsolat, és úgy is vagyunk megegyezve, hogy amikor munkaidőn kívül akár az adott kapcsolattartó személynél is le lehet adni az adományokat, de hát tudok más gyűjtésről is természetesen a faluban, ami zajlik. Még egyszer mondom, nagyon fontos a szervezettség és a koordináltság, de hogyha akár csak egy adományjal is pluszba tudunk segíteni a rászorulókon, akkor megéri, és támogatjuk ezt is. Aktívan bekapcsolódtál te is az adománygyűjtésbe. Mit mondanak, mire van most leginkább szüksége az embereknek? Igen, bekapcsolódtam. Jelenleg élelmiszerre, higiéniai termékekre, babacuccokra, pelenka, egyszerűen minden, amire nekünk is szükségünk van otthon. Hova mennek ezek az adományok, amiket te így gyűjtesz? Eddig Zsigádra a munkásszállóra, oda már nincs szükség semmire, ott mindenünk megvan, maximum játékokat viszek még ma, ott vannak kicsi babák, oda plüssök, játékok. Most vittek épp el Nácegre egy családhoz, oda vittek ágyneműtől kezdve a tányérokig, élelmiszer, ruhák, cipők, minden. Aztán meggyűjtünk Sejjére, mini botkába, ők befogadnak 30 gyereket, oda mindenre szükség van. Oda ruhákra, játékokra, élelmiszer, drogéria, minden. Zsigárdon ugye említetted, hogy többen vannak elszállásával. Lehet tudni esetleg, hogy hányan vannak? Pontosan nem tudom, ilyen 8-10 fő, abból talán 5 gyerek, kicsi babák, 2 éves lányok. Mennyire jellemző az összetartás most itt a Felvidéken? Mit tapasztalsz te? Mert mondtad, hogy állandóan csörög a telefonod. Igen, állandóan csörög a telefon és a messenger. Összetartás most megmutatkozott az embereken. Igazán le a kalappal, hogy még a mai világban is, a korona és a háború alatt még össze tudunk tartani. Tényleg, és lehet látni, mennyi minden összegyűjt. Milyen kérdésekkel fordulnak hozzád leginkább azok az emberek, akik segíteni akarnak? Elsősorban, hogy hova megy ez a segítség. Mindig azt mondom, hogy oda megy, ahova éppen szükség van. Ha a határra, akkor határra, ha ide faluba, vagy a környező faluba, vagy az otthonokba, oda, ahova épp szükség van. És persze, hogy mire van szükség. Kaptál ugye olyan visszajelzéseket, hogy nem feltétlenül kell minden csomagot a határra vinni. Miért is van ez így? Igen, mert tegnap például ide a faluba megjelentek az első menekültek, őket fölcsomagolják a határon azokkal az élelmiszerekkel, drogériával, amit mink hordunk a határra, ők visszahozzák, mert kapnak ilyen kezdőcsomagot. És azért inkább itt segítsünk, ne a határon. Nem mondom, hogy a határa ne, de a határa csak ilyen SOS cuccok, hogy gyorsan kaját tudnak, innivaló, ilyen műanyagtányérok, szalvéta, ilyen alap dolgok, amit hirtelen akkor föl tudnak használni. Mert paplanok, vánkosok oda nem kellenek, mert ők nem tartózkodnak a határon, ők csak átmennek a határon, és már rögtön szállásolják el őket máshol. Mi az, amit tudnál üzenni az embereknek, ugye, mert nagyon sok szervező azt kéri, hogy vigyünk rendszerességet és folyamatosságot ebbe az adománygyűjtésbe? Gyűjteni gyűjtsük, most picit pihenjünk, és azt gyűjtsünk, amire épp szükség van. Hozzám lehet hozni a játéktól kezdve, ruhákig, élelmiszer, mindent. Én szétszortírozom, és oda viszem, ahova kérnek, és amit kérnek.